megvolt itt a nagy kitárulkozásom, hogy élnék-e magammal, de olyan szépen elsiklottál a válasz fölött, vagy így nagyon szépen lezárt, tehát, hogy hát akkor ennyi. Szóval te élnél párkapcsolatban magaddal? Azt hittem, megúszom, ja nem tudtam, hogy nem fogom, csak nem akartuk olyan hosszúra elnyújtani, mert különben is az úgy volt kerek, nem? De. Egyébként élnék magammal párkapcsolatban, igen, tehát, és ahogy te is mondtad, mondjuk én ugye a fiúkkal kicsit kiterjedtebb párkapcsolatban élek, tehát néhány extrával, de alapvetően, és mivel ők sem menekültek el, azért valószínűleg így lehet velem együtt élni, mert különben már rég apujuknál kopogtattak volna, hogy háló, csinálj valamit. Na, alapvetően szerintem én egy eléggé toleráns valaki vagyok, akivel könnyű együtt élni. Azért én behozok egy-két ilyen nehezebb dolgot, vagy lehet, hogy valakinek ez csípi a szemét. Tehát mondjuk nálam vagy tisztaságot találsz, vagy rendet, a kettőt együtt nem feltétlenül mindig, mert annyival sokkal több minden fontosabb, mint mondjuk az ilyen nagyon patikasság itthon, és néha már belefutottam abba, hogy legyen egy takarítónőm, de akkor meg nem, tehát valahogy ez így sosem alakult ki. Néha hiányzik, mert tök jó hazajönni egy ilyen szépen megcsinált lakás, aztán tudom, hogy a srácok úgyis összegányolják, tehát ezt akkor inkább így elengedtem. És inkább én azzal mondanám, hogy nekem nincsenek fix dolgaim, és máshonnan fogok jönni. Pont beszélgettem a minap a kamasz gyerekekről, hogy az én gyerekeim milyen jó arcok. Hogy minthogyha nem lett volna meg náluk ez a tényleges kamaszkor. És mondtam, hogy persze, hogy nem, mert nem tudnak minek neki csattanni. Tehát aha. Nincsenek annyira fix kőbevésett dolgaim, amivel ők küzdeni tudnának, mert mire azt mondják, hogy na, este 8-ra itthon, legyél itthon, addig már én sem vagyok itt este 8-ra, és majd találkozunk éjfélkor valahol a városban. Tehát, hogy annyira változékony vagyok most már én is, mint egyébként körülöttem a világ, hogy azt mondom, hogy nekem egy reziliens valaki kell, és én rezilienciát tanítok egyébként a kölkeimnek is. Aztán majd a pszichológusok kikezeli 20 év múlva, hogy szerencsétleneknek nem volt kamaszkoruk, amikor az anyjuknak a dolgaival kellett volna küzdeni, vagy az apjukkal, hát óvel így jártak. De hogy ezt a fajta szabadságot így a párkapcsolatokban is szeretem megadni, bár én párkapcsolatban tudok nagyon szerelmes lenni, aki így nagyon szeret a másikkal együtt lenni. Nem a karvaj módra, mert ahhoz a saját szabadságom is kell, de legyen ott az a fajta kötődés, amikor. Viszont akkor simán elmegyek, és nem tudom én, akkor rendet csinálok, akkor bevásárolok, akkor így nagyon hamar otthon tudom érezni magamat egy párkapcsolatban. Hát szintén zenész.